Sziasztok, Barta Ákos vagyok, fél éve dolgozom a Logminnél, ez alatt a Meldium frontend és backend fejlesztésével foglalkozom. Ez egy webalapú SSU és jelszó kezelő megoldás, ahol tárolhatjuk, megoszthatjuk a jelszóinkat más felhasználóval, vagy céggel, vagy azon belüli csoportokkal. A videó mai témája, hogy miért és hogyan használjuk a feature switch-et az alkalmazásunkban. Ennek az alapvető koncepciója az, hogy az alkalmazás egy-egy funkcióját, feature-ét könnyedén tudjuk ki- és bekapcsolni, aminek nálunk két alkalmazási módja van. Az egyik a Continuous Delivery, ami megköveteli, hogy a maga a forráskód bármikor deployálható állapotban legyen, így ezt branch-eléstől függetlenül könnyen el tudjuk érni úgy, hogyha készítünk egy új feature-t, akkor ezt egy kapcsoló mögé tesszük, amire az alkalmazás nem fut rá, hogyha ez nem engedélyezett. Valamint, hogyha a program valamelyik részén hibát észlelünk, akkor azt az adott funkciót ideiglenesen könnyedén ki tudjuk kapcsolni. A feature switch másik alkalmazási módja nálunk az, hogy környezetenként vagy akár felhasználóként is tudunk engedélyezni vagy letiltani egy-egy funkciót, ami a később ebben az AB testinget is támogatja. Ennek az implementálásakor törekedtünk arra, hogy a lehető legegyszerűbben és egy helyen tudjuk konfigurálni ezeket a beállításokat, így hamar megszületett a döntés, hogy ennek a konfigurációs objektumnak az API-ban van a helye, amivel a backend oldali fejlesztések egyáltalán nem is nehezedtek tulajdonképpen. A kihívást inkább a beállítások frontend oldalra való leküldése jelentette, ugyanis ezeknek rendelkezésre kell állniuk még az Angular API indulása előtt. Azonban szükség van a lekérésük az anguláros komponensekre, és mindezeknek a skripteknek a beszúrása szinkron módon és egymás után kell, hogy történjen. Ehhez módosítanunk kellett az alkalmazás felépítését, így például nem inicializálhatjuk az Angular appot automatikusan, hanem csak a konfigurációk a szinkron betöltése után. Ez eredményezhette azt is, hogy a felhasználó egy szétesett kapcsolatzárójeles oldalt lát, hiszen még nem indult el az alkalmazás, ezért ezeket egy ng-clock mögé kellett rejtenünk. Ez a megoldás több evolúciós lépésen ment keresztül. Az egyik kezdetleges, szerintem érdekes hibás működést az eredményezte, amikor egy JSONP-s script beszúrással próbáltuk meg a konfigurációt frontendre vinni, ami látszólag jó helyre szúrta be a scriptet, azonban ez mégis aszinkron került ki értékelésre, és egyébként jól működött, de csupán csak azért, mert a többi tartalom még töltődött, amíg ez is megérkezett. Erre a hibára akkor jöttünk rá, amikor ugyanezt a kódot átemeltük egy sokkal kisebb alkalmazásba, amikor egyszerűen véletlenszerűen néha működött, néha nem. És ekkor jöttünk rá kisebb nyomozgatás után, hogy ez a megoldás mégsem fog működni. A feature switch fejlesztésekor fontos volt figyelembe vennünk, hogy backend és frontend oldalon is, tehát C-sharpból és JavaScriptből is könnyedén tudjuk használni, illetve ez megfeleljen az egyes nyelvi elnevezési konvencióinknak is. Ehhez, ahogy a site több helyén is használtuk az _es-t, ami egy rendkívül hatékony kliens oldali library. Annak, aki nagyobb üzleti logikát tervez kliens oldalon megvalósítani, tudom javasolni az _es használatát, ugyanis ettől például sokkal olvashatóbb lesz a kód.